És azt kérném Zalántól, hogy ne is üljél le, gyere ide mellém, Zalán, bár valahol oda van készítve egy kézi mikrofon, nem tudom. Itt van. Ott van. Kap már föl, mert Kovács Zalán úr a csodatevő ember már harmadik esztendeje Magyarországon. Az, hogy ez a mai Bach koncert itt megvalósul, és hogy az országban 30 településen idén megtörténik, sőt a határon túl Nagyváradon is, mindez az ő és az ő csapatának a szervező munkájának köszönhető. Éljen Kovács Zalán! Honnan ez az inspiráció, és mi ez a megszállottság, ami Bach felé így, ilyen elköteleződéssel elsodort téged? Hát köszönöm szépen, már-már túlzottan kedves szavaidat is. Ne, azt hiszem, hogy ez óriási. Johann Sebastian Bach születésnapját 2010-ben egy New York-i csellista, Dale Henderson, nem a szobafalai között ünnepelte meg, hanem egy New York-i metróperonon, amely egy különleges kezdeményezés lett, hiszen ez egy olyan hatást keltett, hogy a következő évre már háromszor annyi ember ünnepelte meg metróperonon, már két barátjával együtt ültek ki. És utána, amikor a két barátjával elkezdtek tanakodni, akkor azt mondták, hogy ez tényleg nagyon jó kezdeményezés, ezt ne hagyjuk annyiba. És 2011-ben három fő után, 2012-13-14 eltelt, ez alatt USA-t és Kanadát meghódította a kezdeményezés, és 2015-ben pedig már a világ 39 országában hozták létre a Bach in the Subways, vagyis a Bach az aluljárókban alkalmakat. Úgyhogy ekkor csatlakozott hozzá Magyarország, és akkor még csak szabadtéri koncertekkel. És mára hova fejlődött a dolog, és aztán van még jövőbeli terved is. Így van, ez a fesztivál, ez a program ugye a Bach in the Subways, amit Magyarországon Bach mindenkinek programsorozatként kezdtünk el 15-ben. Ez egy kis patak volt a Budapest belvárosában a 40-es, 49-es villamos mentén. Ez a kis patak öt helyszínt jelentett a villamos mellett, és ahogy Bach neve is patakot jelent, ugye ezt tudjuk Beethoventől mindannyian, most már tenger lett a fesztivál, 4 év alatt országos fesztivállá fejlődött, 300 koncertet tartunk 6 nap alatt, és több mint 2000 fellépő működik rajta közre, mindenki tiszteletdíj nélkül, azért, hogy a Bach zenét mindenkihez eljuthassuk. Óriási. És jövőre mi lesz a cél, jövőre? Jövőre az első számú cél az, hogy újra meg tudjuk szervezni, el is kezdtük szervezni, lesz fesztivál, és az országos fesztiválnál természetesen nem állunk meg, jövőre Kárpát-medencei lesz a Bach mindenkinek fesztivál. Ez csodálatos. Köszönjük szépen, drága Zalán. Azt is be kell vallom önöknek, hogy mikor Zalánnal terveztük ezt a mai, és Klárával ezt a mai esti koncertet, akkor még arról volt szó, hogy én azt gondoltam, én javasoltam, hogy tudok róla, hisz a költészet iránti érdeklődésemnek köszönhetően számtalanszor belefutottam úgy egy-egy költői életműbe, hogy találkoztam olyan verssel, amelyet Bach zenéje inspirált, és ahogy válogattam a verseket ma esti koncertre készülve, egyszer csak volt egy ilyen délutáni zenehallgatásom, csak úgy lehevertem, hallgatgattam, és arra jöttem rá, valahogy az dobta ki a fejem, mire úgy visszatértem a valóságba, hogy én ma este csak Pilinszky János verseivel fogom megajándékozni önöket. Pilinszky János szellemisége, költészete, valahogy ihletettsége számomra nagyon nagy rokonságot mutat Bach zenével, varázslatos, és az a mély hit és elköteleződés, ami az ember és a minden, ami az emberben szent iránt a Pilinszky költészetében benne van, ugyanezt találjuk meg Bach zenéjében is. Először nyitnék egy Pilinszky János prózával,
amelyet Bach zenéje kapcsán írt. Ahogy múlik az idő, úgy nő Bach muzsikájának súlya és jelentősége. És egészen bizonyos, hogy senkinek idáig nem mondott annyit, mint a ma emberének. Ez a barokk muzsikus napjaink legmodernebb szerzője lett. Örök és hipermodern egyszer, vagy pontosabban, ma rá van a legnagyobb szükségünk. Én nem vagyok zeneesztéta. Amit leírok, a tegnap hallott János Passió hatása alatt írom, szabadon, ahogy zenében tájékozatlan elmémben megfogan. Számomra Bach elsősorban Isten bizonyíték. Ebben a zenészben, eszközeiben nincs semmi romantika, semmi nosztalgia, semmi árnyék, feleselő dialektika, semmi keresés, csupa találat. Semmi feleselés, csupán a centrum sodrása, a központ ereje lüktetése. Mennyország érv ez a zene. Bizonyítéka annak, hogy az ellentétek nélkül is van élet, sőt, az ellentétek nélküli életnek lendülete a leghatalmasabb, a legizgalmasabb. Klasszikus zene, és aki vonzásába kerül annak a számára, Bach az egyetlen klasszikus, mindenki más romantikus keresőnek hat az ő közelében. Örökös megérkezés ez a muzsika, és ezért nincs benne semmi szorongás, ezért merészel örökké útra kelni. Ahogyan Szent Ágoston gondolta az örök létet, örök útban lét Istenben. Bach zenéje is, amit elhagy, azt se veszítheti el. Ez a centrum zenéje, örökös birtoklás és dicsőséges szegénység egyszerre. A másik csodája a fenséges és az intim állandó jelenléte. Váltokozásuk se változatosságot jelent, hanem azonosulást. Ahogy az egy helyben haladó mű is, a legszédületesebb íveket írja le, és a legszertelenebb variációk is ugyanarról szólnak. Talán ennyit idézhetnék most Pilinszky János Bachhoz való viszonyából, amelyet 1963-ban az Új Emberben vetett papírra, éppen ezekben a napokban, mint amit most élünk meg. Ünnephez közelítünk, egy hét múlva már nagyszombat, aztán húsvét vasárnapja, húsvét hétfője. Pilinszky János verseiből elkezdenék akkor megosztani önökkel néhányat. Az első talán egy nagyon személyesből indul, és aztán bomlik ki majd egyetemessé. Az elsőnek az a címe, hogy Trapéz és korlát. Sötéten hátat fordítasz, kisikló homlokodra a csillagöves éjszakát kezem hiába fonja. Nyakad köré ezüst pihék szelít pilléi gyűlnek, bizalmasan belém tapadsz, nevetsz, vadul megütlek. Sugárzó párkányon futunk, elgáncsolom a lábad, fölugrasz és szemembe kapsz, sebezhetetlen állat. Elszűkül arcod, hátra buksz, vadul zuhanni kezdesz, az éjszaka trapézain röpülsz tovább, emelkedsz a rebbenő való fölé. Kegyetlen néma torna, még csak nem is kiálthatok, követlek szívdobogva, merészen ellököm magam, megkaplak és ledoblak, elterülünk hálóiban a rengő csillagoknak. Most kényszerítlek, válaszolj, mióta tart e hajsza? Megalvad szememben az éj, ki kezdte és akarta, mi lesz velem? És mi lesz veled? Vigasztalan szeretlek.
ülünk az ég korlátain, mint elítélt fegyencek. Ne félj! Én megtehetném, és mégsem teszem, csak tervezem, csak éppen, hogy fölvetem, játszom magammal, ennyi az egész. Sírhatni való inkább, mint merész. Bár néha félek, hát ha eltemet, a torkomig felömlő élvezet, mi most csak fölkérődző förtelem. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán mi lenne, hogyha rátok gyújtanám? Hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél. Együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobát. Elüldögélnék benn egy délutánt, agyamba venném, ágyad merre van, a képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet, hogy tudjam, mi lesz veled s ellened, a tűzvész honnan támad és hova szorít be majd a lázadó szoba, mert égni fogsz. Alant az udvaron, a tátott szájjal síró fájdalom megnyílik, érted? Nyeldeklő torok, hiába tépsz föl ajtót, ablakot. A túlsó járdán állok, és falom, gyapjat növeszt a füst a tűzfalon, gyullacsomóba gyűl, és fölfakad vérző gubanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt a forró gyötrelem. Most végig ömlik rajtad, mint a genny, sötét leszel, behorpadt néma seb, akár az éj, s az arcom odalent. Így kellene. De nem lesz semmi sem. A poklokban is meglazult hitem. Vigasztalást a játék sem szerez. Az éjszakának legmélyebbje ez, hogy átkozódtam, vedd, minek veszed. Nem érdekelsz, nem is szerettelek. Aludj nyugodtan, így áll is egyél. S ha értenéd is, átkaim, ne félj. Tengerpartra. A tengerpartra kifekszik a tenger, a világ végén pihen a szerelmem, mint távoli nap vakít a szívem. Árnyéka vagyunk valamennyien. Piéta. Cserben hagyott tulajdon tested, a rád zúduló tetemet már nem bírták, és szakadozva elengedték az idegek. Mint ágaskodó riadt csorda, ha pusztulásba kergetik, fenyegetőn utadat állták, visszahőkölt érzékeid. Már csak az eszeveszett csókok vagy folyosóin vágta át egy-egy menekvő szívverésed a halott szívéig magát. Nem érdemelhetett kegyelmet, mint elvaduló idegent. Le kellett csontjaidról marjad, lázadozó elevened, hogy méltó lehess a halálhoz, ki öledben fészket rakott. Időtlen gyásszá csupaszottál, s ő harmadnap feltámadott. Harbach, 1944. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit. A testükön a por, az éjség, és reszketésük is osztozik.
viszik az utat és a tájat, a fázó krumpliföldeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk, elébük jön a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak botladozva a facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avaron. De törzsük már a némaságé, magasban mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat. Mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárul a halál. Ravensbrücki passió. Kilép a többiek közül, megáll a kocka csendben, mint vetített kép hunyorog, rabruha és fegyencfej. Félelmetesen maga van, pórusait látni, mindene olyan óriás, mindene oly parányi, és nincs tovább. A többi annyi volt csak, elfelejtett kiáltani, mielőtt földre roskadt. Harmadnapon, és fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. És ők jönnek. Thank you.
Tulajdonképpen a két hangszer, a finom hárfa és az erőteljes, nagyon maszkülen hangszer jelenség a tuba. Ha ide jönnél, hogy tudnánk együtt így, hogy mi hozott benneteket, te maradj ott, Klára. Mi hozott itt titeket össze, vagy mióta játszottok együtt, mert tudom, hogy szoros művészi barátság köt össze. Igen, ez így igaz. Hát egy olyan 5-6 éve lehetett már, hogy egy doktorandusz koncerten találkoztunk az Alánnal, de akkor még mindketten más partnerrel játszottunk, más hangszerösszeállítás, más kamaraműveket, és tulajdonképpen ott találkoztunk először, elkezdtünk beszélgetni, és arra gondoltuk, hogy olyan ritka, illetve hát szinte nem is volt ez idáig ismeretünk arról, hogy bárki itthon vagy akár külföldön, a hárfával és a tubával együtt foglalkozott volna, hogy mi arra jutottunk közös szimpátia alapján, hogy mi ezt szeretnénk kipróbálni és megpróbálni. Hát, ha még a végén valami jó sül ki belőle. Nem volt ezért olyan egyszerű a dolgunk, találkoztunk természetesen, ideig könnyen ment a dolog, viszont utána, hát ugye mivel nincs irodalom, hát nyilvánvalóan a meglévőkhöz kell nyúlni, és azokat kell átformálni. Azt is tudtuk világosan, és hallottuk első pillanattól kezdve, hogy nem minden lesz annyira optimális, mint bizonyos más hangszer együttesek kapcsán, ezért igenis nagyon sokat kellett keresgélnünk, és bizony átírnunk, átdolgoznunk műveket, akár úgy, hogy mi egy picit belenyúltunk, akár úgy, hogy zeneszerzőktől kértünk rá, tulajdonképpen erre a duóra írt műveket, és akkor egy ilyen pár hetes, pár hónapos munka után úgy döntöttünk, hogy körbenézzünk, megnézzük, vannak-e versenyek, ahova így el tudunk jönni. Természetesen tuba-árfa verseny nem létezik, ezt mondanom se kell. Viszont létezik hárfa verseny olyan kategóriájában, hogy kamara összeállítást lehet vinni vagy készülni, és akkor mi így elmentünk, vagy találtunk olyan részfúvós versenyt, ahol szintén lehetett hárfa kísérettel, és akkor megpróbáltunk külföldön egy kis szerencsét, és így tulajdonképpen kialakult most már egy repertoár. Zalán, te vagy közösen hangszerelitek, aztán például a Bach összeállításokat, ez hogy azért, hogy most Zalán. Hát, jó. Igen, hát a hangszerelés az nyilvánvalóan minden egyes számnál szükséges. Amit eljátszottunk, azt is elmondanám, hogy mi volt. Az elhangzott Pilinszky idézetekre próbáltunk reflektálni. Először a mély, bensőséges és egy kicsikét a halállal és játszadozó gondolatokkal, vagy hát ez nem is játék, ennél sokkal többről van szó, ugyanúgy, mint ami az első műsorszámunknak is a témája volt. A Bizdubáj mér, ha vélem vagy, Bachnak az egyik legbensőségesebb korája, amelyik arról szól, hogyha az ember meghal, akkor sincsen igazából
nagy fájdalma, mert probléma nem adódhat, hogyha Jézus vele van. Ez a korál szövege, illetve ária, pontosabban ária szövege, majd pedig egy ezdur hangnemben lévő fuvola és billentyű hangszeres szonátát játszottunk el. Természetesen, ahogy az első műben is a zenekart adaptálni kellett hárfára, a szoprán áriát azt tubára, ugyanígy a fuvola versenyben is nyilvánvalóan a fuvola és a tuba is eléggé különbözik egymástól, úgy, mint a barokk hangszerek, barokk billentyűs hangszerek és a mai hárfa is. Úgyhogy folyamatosan áttírunk. És talán engedj meg még egy gondolatot, amit szerintem még így illenne, bár a kérdésed erre nem vonatkozott. Egy belső indítatásról hadd beszéljek, hogy mit jelent számunkra ez a duó. Jól tudom, hogy Klárinnak nagyon nagy nehézséget okoz, hogy minden egy kicsikét zongoraszerű. Tehát a hárfa az hasonló hangszer valamilyen formán, mint a zongora játéktechnikában, de amíg a zongorában nagy akkordos mozgások, azok nagyon impozánsak tudnak lenni, addig folyamatosan az akkord felbontások, ami a hárfának a sajátosságai. A tubának pedig ugye, mint ahogy a funkciójából is adódik, egy nagy részfúvós hangszert azért találta ki a romantikus zeneszerzők, mert a nagy kibővült és az egyre hangosabban szóló szimfonikus zenekarhoz kellett egy olyan basszus, amelyik az egészet meg tudja támasztani. És hát igazából eléggé messzű került egymástól ez a két hangszer, nem tudunk olyan szimfonikus zenekari műről, ahol dominánsan ez a kettő egyszerre szólalna meg. És mégis miért csináljuk? Azért csináljuk, amire nem tudom, hogy elmondhatom-e azt a Kodály idézetet, vagy azt a Kodály történetet, amit a megnyitón mondtál, amikor Vásári Tamás elment még gyermekként Kodály Zoltánhoz, és az nappaliba várta, hogy fogadja a mester, de a mester nem tudta fogadni, mert még zongoráznia kellett egyet, egy Bach művet játszott el. És megkérdezte a házvezetőnő, aki ott volt az előszobában a kisgyermek Vásári Tamás mellett, mondta a kisgyermek Vásári Tamásnak, hogy pszt, a mester most imádkozik. Hát nálunk is valami ilyesmit jelent ez, hogy a hárfa is máshol is ki tud teljesedni, a tuba is máshol ki tud teljesedni, de hogy egymásra találtunk így a hangszereink révén, azt hiszem, hogy mi ilyenkor imádkozunk, amikor ilyen szép dallamokat játszunk. Kedves Klára, ez gyönyörű, hogy a Bach nem találkozott ezekkel a hangszerekkel akkor, így ilyen formában. Jól mondott teljesen. És akkor örült volna neki szerintem, hogyha találkozott volna, akkor biztos komponált volna ezekre a hangszerekre is. Ő mindenre komponált, amire lehetősége volt komponálni. Biztos vagyok benne, hogy komponált volna rá. Igen, tehát egyébként ez a forma, ez egy olyan kb. 150 éves. Csak egy pillanatra megmutatom, mert ha valaki nem találkozott még élőben hárfával akkor, vagy ilyen közelről, akkor nagyon érdekes lehet a külseje. Lehet, hogy észre lehetett venni, miközben játszottam. Nyomkodtam folyamatosan a lábammal mindenfélét, található 7 pedál a hárfám. Tehát ez Bach idejében egyáltalán nem volt, ugye? Tehát ez a kettős pedálrendszer, ami most látható a koncerthárfákon, hát ez egy olyan több mint 100 éves, 100-150 éves formája a hangszernek, és egyébként meg a barokkban főleg egy ilyen basszus-basszú kontinuó szerepet töltött be a hárfa. Tehát ugye ez nagyon érdekes, ráadásul több rekesze is van, több akasztója, hova nyomkodhatom. Hát gondolkodni kell, mikor melyiket hová. Tehát oda kell figyelni, nem kérdés. Illetve hát még az is egy nagyon különleges, úgyhogy a Zalán említette a zongorát és az átiratokat, hogy bár azért a hárfa is nagyon akkordikus, és sok mindenben hasonlít a zongorára, tehát ennek is vannak, és annak is húrjai, csak ugye ezt pengetjük, az pedig üti a kalapács. De inkább, amiben hasonló, az a kotta kép. Tehát gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy egy az egyben olyan, mint a zongora kotta, és azért azt nagyon könnyű így hárfásként olvasni. És ami különleges, hogy mi kis ujjal nem hárfázunk. Tehát amíg ugye egy zongoristának mind a 10 ujja rendelkezésére áll, hogy használja, bár nem mindig látjuk, ugye olyan gyorsan mozognak az ujjak, a hárfán igazából csak 4-4 játszik mindig, a kis ujjat nem, mert hát rövidebb, úgyhogy fizikálisan a húrt nem tudja úgy megközelíteni. Tehát vannak hasonlóságok, különbségek, de mi mindig próbáljuk ezt a lehetőségekhez képest összehangolni.
Köszönöm szépen, ez mindannyiunk számára nagyon izgalmas volt ez a kis közbeszélgetés, és most folytatnám én is versekkel, és utána majd jön a zene. Egy érdekességgel lepném meg először önöket, azt gondolom, hogy ez talán különös lesz, és mindenki rácsodálkozik. Tessenek elképzelni, hogy írtam Johann Sebastian Bach is egy verset. Egyik kedves zeneszerző barátunktól kaptuk meg ezt. Kitől, Zalán? Madarász Iván Kossuth-díjas zeneszerző, aki ezt a saját gyűjteményében tartogatta, hiszen nagyon szereti Bach zenéjét, és ebből táplálkozik szinte nap mint nap. Egyébként a 12. kerületben a Barabás villában tart a fesztivál sorozatot, és számos különleges dolgot örökölt a Bach tudástárból, és hát nem örökölt, hanem gyűjtött pontosabban, és az egyik ez a vers volt magától a szerzőtől. Az a címe, hogy Pipadal. Mikor derék cseréppipámat jó dohányfűvel megtömöm, meglegyint egy csipetnyi bánat, míg kis szobámat füstölöm, hogy életem, mint füst és pára oszlik tán széjjel nem sokára. E pipa a sáros agyagból akár a testem vétetett, s visszatér oda, mint agyagpor, ha elejtettem, s vége lett. Ha betöltöttem sok-sok évet, éltem is így ér egyszer véget. Fehérre súrolom pipámat, nehogy bagófüst lepje meg. Ugyanígy fakóra sápad halálos ágyának beteg, majd feketethet odalen, mint aki dohányfüstjekken. Pipám parazsa végsőt lobban, és egy szempillantás alatt a füst semmibe tűnik nyomban, csupán a hűlt hamu marad, hírnevünk füsté alakul, testünkre sírnak sara hull. Ha pipaszurkáló nincs kéznél, ujjammal bögdösöm pipám, és ha az ujjam a forró résznél megég, az biz az én hibám. Miért jajgatnék a parázs véget? Mi lesz, ha pokol tüze éget? Efféle kegyes ideákból felmerül-e egy-egy szüntelen, szárazon, vizen, itthon, stávol, kis pipám, társam, hűfelem mellett merengve téveteg, jámbor jövőbe révedek. A mester bölcs és szelíd szavai után most jön egy kicsit mélyebb és messzebbre vezető néhány vers. Aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, a ma szemérmes, szép anarchia. Nyitott a táj. Zavartan is sima. A szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni. Az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutyaólban aranykori, és ugyanaz a nyár. És ugyanaz a lüktető öröm, dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt? Ha lehúnyom is, süti a szemem. Mi kívül izzott, belül a pupillán, itt izzít csak igazán, ideben.
A világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen. Mint vesztőhelyen, olyan vakító és olyan édes. Úgy igazi minden. Impromptű. Össze-vissza csatangolok hónapok óta szagadatlan, öldöklő édes napszúrás kínosz kápráztat éjjel-nappal. Honnét ez sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündekletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla. Merőleges déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében. A dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongana a falainkban. De legszebbek a szeretők. Sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra. A szeretők és az alkonyat, a ház sorok, ahogy kihújnak, és a házak közt a homokon, a roppant tömegű torony. Ki eszelhet ki nála szomorúbbat? Jelenések könyve 8-7. És lát az Isten égő mennyeket, s a menny színén madarak szárnya röptét. És látja, mint merülnek mind alába tűzkorongon átkerülni gyöngék, és véges végig, mint a rézveres, olyan színűt dirib darabra törtett, hol nem találni mától egy kapást, a földet látja még egyszer. Földet, a pusztaságot és a zűrzavart, lovaskocsit keresve, hol kigázold. De látja Isten, nincs arra mód kitörni út, remény a látomásból. Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön az egeké, s örökre a világvégi esetföldeké, s megint külön a kutyahólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éj időn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a múlandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyencfejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kínt, ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok szemközt a pusztulással. Egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka.
meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései, keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban ájuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, és már jönnek is, már hívnak is szegények, már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagok. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfutó reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, rihadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezébe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Milyen üres a világ. Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkor én már a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres árok.
Szegek a jéghideg homokban. Plakát magányban ázó éjjelek. Égve hagytad a folyosón a villanyt. Ma ontják véremet. Egy arckép alá. Kihűl a nap az alkonyi grafitban. Tágasságával, mélységeivel a néma tenger arcomba világít. Öreg vagyok, nem hiszek semmiben. Öreg vagyok, lerombolt arcomon csupán a víz ijesztő pusztasága, a szürkület gránitpora, csupán a pórusok brutális csipke fájtla. Hullámverés, aztán a puha éj boldogtalan zajai. Vak rovar, magam vagyok a rám sötétedő, a világárva papundekliban. És egyedül a feneketlen ágyban, és egyedül a párnáim között. Magam vagyok az örökös magányban, akár a víz, akár az anyaföld. Agónia Krisztián. Szellőivel, folyóival oly messze még a virradat. Felöltöm ingem és ruhám, begombolom halálomat. A harmadik. Hármunk közül legmaradandóbb, örökké fénylő ikonod, örökké omló homokbuckád, a legveszendőbb én vagyok. Hideg szél, lakatlan kő, hever a hátam, emlékek nélkülem, az évmilliók halott hamujában. Hideg szél fújdogál. Félmúlt. Megérkezik és megered, kiül a hamunéma falra. Egyetlen óriás ütés a hold. Halálos csönd a magja. Összetöri az utakat, összetöri a hold sütése. És kettét épi a falat, fehér zuhog a feketére. Villámlik és villámlik és villámlik a fekete nappal. Fehér zuhog és fekete. Fésülködöl a mágneses viharban. Fésülködöl a fényes csendben, a félmúltnál is éberebb tükörben. Fésülködöl tükrödben, szótlan, akár egy üvegkoporsóban. Utószó. Emlékszel még az arcokon,
emlékszel még? Az üres árok. Emlékszel még? Csorog alá. Emlékszel még? A napon állok. A Paris Journalt olvasod. Tél van azóta, téli éjjel. Megterítesz a közelemben. Megágyazol a holdsütésben. Lélegzet nélkül vetkezel éjszakáján a puszta háznak. Inged, ruhád, leengeded. Mezítelen sírkő a hátad. Boldogtalan erejű kép. Van itt valaki? Éber álom. Felelet nélkül átkelek a tükrök mélyén heverő szobákon. Ez hát az arcom, ez az arc. A fény, a csönd, az ítélet csörömpöl, ahogy az arcom, ez a kő röpül felém a hófehér tükörből. És a lovasok, a lovasok. Bánt a homá és sért a lámpa. Vékony sugárka víz csorog a mozdulatlan porcelánra. Csukott ajtókon zörgetek, sötét szobád, akár az akna, a falakon hideg lobog, sírásom mázolom a falra, segítsetek, hófötte háztetők. Éjszaka van, ragyogjon, ami árva, a semmi napja, mielőtt megjelenne, ragyogjatok hiába. Fálnak támasztom fejemet, mindenfelől az irgalomnak marék havát nyújtja felém egy halott város. A halottnak szerettelek, egy kiáltás, egy sóhaj, egy menekülő felhő elfutóban, és a lovasok. A lovasok zuhogó sűrű trabban megjönnek. Csatakos virradatban. És végül introitus, kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni, kimerészel közülünk, kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni, és hogy mer puszta kézzel, és ki nem fél közülünk, ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehúnya. És leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengerem, és trónra száll. És megnyitja.